Kiegészítések és módosítások idén utoljára ülésezett a képviselőtestület. Roham a boltokban és a piacokon, mindenki az ünnepre készül. Elismerés Kós Károly díjjal tüntették ki a Magyar Zarándokút Egyesületet. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Kiegészítették és pontosították az önkormányzati tulajdonú közterületek használatáról szóló rendeletet, valamint ellátási szerződést köt az önkormányzat a kerületben működő válaszút misszióval. Többek között ezekről is döntöttek a képviselők az idei utolsó testületi ülésen. A közterületek rendjére vonatkozó rendelet hatékonyabb betartása érdekében új megállapodást írt alá a kerület és a főváros. Erről is döntött idei utolsó ülésén a képviselőtestület. A megállapodás szerint több mint 10 ügytípusban a hegyvidéki közterület felügyelet munkatársai járhatnak el a fővárosi tulajdonú vagy kezelésű közterületeken. A változtatása az önkormányzati törvény módosítása miatt van szükség. Fővárosi önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő utak esetében jogosultságot ad a hegyvidéki közterület felügyelőknek, hogy 13 különböző ügytípusban határozottan időre eljárjanak. Ilyenek például a közterületek jogszerű használata, annak az ellenőrzése, tiltott tevékenységnek a megelőzése például, közterület rendjének és tisztaságára vonatkozó eljárások betartása, várakozási övezetekben lévő járművek hozzájárulásának ellenőrzése. Ilyenek például a közterületi használt engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező járműveknek az ellenőrzése. De mondjuk a dohányzási tilalom vagy a képfelvevő rendszerek üzemeltetése, kezelése, az is így a fővárosi utakon a mi felügyelőink kezében lenne, tehát ők tudnának eljárni. Ez nagyon fontos, mert szerintem nem nagyon számíthatunk arra, hogy Budapesten, a mi kerületünkben is sűrűn megfordulnak a fővárosi közterület felügyelők. Vannak olyan feladatok, amelyeket a kerületi és a fővárosi közterület felügyelők közösen látnak el. Ilyen például a szemetelőkkel vagy a mozgáskorlátozott igazolvánnyal visszaélőkkel szembeni fellépés. A kóbor állatok befogása, a forgalmat akadályozó szabálytalanul parkoló autók elszállítása, a taxidrosztok ellenőrzése és a rendszám nélküli autók eltávolítása továbbra is fővárosi feladat. Elfogadták a képviselők, hogy az önkormányzat vagyonkezelői szerződést kössön a Normafa környéki erdős területről, a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és a Nemzeti Földalappal. Pokorni Zoltán polgármester elmondta, a törvény ingyenes vagyonkezelést biztosít. Az erdő kezelése az törvényi kötelem. Az erdőről szóló törvény ráadásul egy külön hatóságot hoz erre létre, amelyik megszabja erdőgazdálkodási tervet készített, jóváhagy, és azt végrehajtatja a vagyonkezelőkkel. Eddig is volt egy kis erdőnk, meg kell mondjam, hogy nagyon nem tűnt föl, 14 hektár, és eddig mi a Pilisi parkerdőt bíztuk meg, hogy kezelje, és havi, évi 200 ezer forintot fizettünk. Mi úgy kalkuláljuk, hogy ha a Pilis ugyanezen az árszinten kezeli továbbra is az erdőt, most már a mi megbízásunkból, ezen a 350 vagy 340 hektáron, akkor az évente megközelíti az 5 millió forintot. Pokorni Zoltán polgármester hozzátette, a Normafa rehabilitációjával kapcsolatos tevékenységek előkészítésére, tervezésére 620 millió forintot biztosít a központi költségvetés, így az erdő kezeléséhez szükséges forrás biztosítva van. Egyre közelebb kerülünk az év végéhez, szilveszter előtt sokan vásárolnak tűzijátékot. Tavaly több mint 1 milliárd forint értékben adtak el pirotechnikai eszközöket. Az Országos Rendőrfőkapitányság a tűzijátékok biztonságos használatára hívja fel a figyelmet. A harmadik kategóriába sorolt termékeket csak december 28-a és 31-e között lehet megvenni, és csak szilveszter délután 6 órától reggel 6 óráig szabad elsütni. A fel nem használt tűzijátékot január 5-éig kell visszavinni, petárdát már több éve még szilveszterkor is tilos használni. Akár 150 ezer forintos bírságot is fizethet az, akinél ilyen eszközt találnak. A tűzijátékokat egyébként nem csak a rendőrség, de a Fogyasztóvédelmi Hatóság is ellenőrzi.
A pirotechnikai eszközök vizsgálata az részben a rendőrhatóság, részben fogyasztóvédelmi felügyelőség hatáskörébe tartozik. A felügyelőségek elsődlegesen a pirotechnikai eszközökre vonatkozó feliratokat, tájékoztatásokat ellenőrzik, ugyanitt megfelelő figyelmeztető feliratnak, illetve a biztonságos használatra vonatkozó tájékoztató mondatoknak kell, hogy elhelyezésre kerüljenek magyar nyelven, illetve feltüntetésre kell, hogy kerüljön minden ilyen terméken a CE jelölés, ami a biztonságos gyártásnak a bizonyítéka. Továbbá kell, hogy az árusítás helyen egyfajta tájékoztatás és elhelyezésre kerüljön arra vonatkozóan, hogy a fel nem használt pirotechnikai eszközöket a kereskedő az ünnepeket követően visszaveszi. Igazi rohan volt ma a boltokban és a piacokon, mindenki a karácsonyi ünnepekre vásárol. Van, aki még csak az ajándékok beszerzésénél tart, és van, aki már az asztaldíszeket is elkészítette. Ilyenkor jóval több élelmiszer, ruha és műszaki cikk fogy. Az emberek fele 10 és 30 ezer forint között költ az ünnepekre. Szinte mozdulni is alig lehetett már a piacokon és a boltokban, akkora volt a tömeg. Ezen a budai piacon is mindenki a karácsonyi menü elkészítéséhez szükséges alapanyagokat szerezte be. Káposzta, tojás, zöldség és hús került a kosarakba. Mert pillanat a zöldféléket, gyümölcsöt vettem. Káposzta, azt is veszek ma, mert csinálok egy finom töltött káposzta, és hát gyümölcsöt, szóval mindent. Sorban állás a húspultnál, ilyenkor karácsony előtt ebből is jóval több fogy, mint ahogy a hal is kelendőbb. Az éves fogyasztás mintegy 40%-a ebben az egy hónapban történik. Láttam, hogy van fogas süllő, és gondoltam, hogy most azt veszek karácsony. Az ünnepi menü a legtöbb családnál sült húsból, halászléből és töltött káposztából áll. Az afrikai harcsa, halászlé, töltött káposzta, hagyományos magyar. Bejli hókockát csináltam akkor, mézes krémest, zserbót. De nem hiányozhat az asztalról a bejli sem, sokan azonban nem otthon készítik, hanem megvásárolják, így ebben a kereskedésben is jól fogy a karácsonyi finomság. Bejglit is nagyon viszik, nagyon finom a bejgli, sok tölteléke szerintem árban is egy elfogadható, megfizethető, de bejglink is nagyon-nagyon megy. És melyik ebből? Én úgy vettem észre, hogy a mákosat szeretik jobban. Nem csak a piacok, de a boltok is megteltek. Ruhából, cipőből, könyvből és játékból vásárolnak ilyenkor a legtöbbet. A legtöbb családban ez kerül a fa alá. Egy friss felmérés szerint az emberek nagyjából fele 10 és 30 ezer forint között fog költeni, keveseknek 10 ezer sem lesz erre a célra, megint kevesek 100 ezer felett költekeznek majd. Minimum 10, de még a húst még ma hozza a lányom, ami a töltött káposztába kell. Fejenként 10 000-et számolok ajándékra. Sokan vagyunk, 3 unokám és a többiek. Ma elhoztam 30 ezer forintot, és már csak 12 van benne. Galában 50-60 ezeret. Fenyőfa mustra az egyik budai árusnál, a legtöbben még mindig élő fenyőt választanak az ünnep ékéül. Nem szeretem a műfenyőt. Ha. És most is élő, csak most az unokám azt mondta, hogy ezt vegyem, mert ez sokkal szebb. Kicsit drágább, de megveszem. A kínálat széles, a legkedveltebb idén is a Luc és a Normand. Luc fenyőt, ezüst fenyőt, Normandot, töveseket is, ilyen földlabdásat, ládásat, vödröset. Mit visznek leginkább? Hát leginkább a Normandot keresik. Ugye tartós, jobb írja a meleget ott benne, a szobába. Árakat mondaná nekik? Hát árak, nem adom túl drágán, itt azért jönnek azért. Egy ekkora fát 6000 forint. A földlabdás fenyőket is egyre többen keresik, a fák azonban nehezen bírják a külső és a belső hőmérséklet közti különbséget, ezért sok közülük elpusztul. A bruttó átlagkeresetek 3,8%-kal, a nettó átlagkeresetek pedig 5,6%-kal haladták meg a január-októberi időszakban az egy évvel korábbit. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a versenyszférában 5,1%-kal nőttek a bruttó bérek októberben, a nettó bérek pedig 6,8%-kal. A közszférában 7,6%, illetve 8,5%-os volt a növekedés. Kós Károly díjat adott át Magyarország belügyminisztere a Magyar Zarándokút Egyesületnek a helyi építészeti örökségvédelme és az építészeti hagyományok őrzése területén végzett kimagasló eredménye elismeréséül. Az Esztergomból Mária Gyűdig tartó 420 kilométeres zarándokutat évről évre egyre többen teszik meg.
építész volt. A Kós Károly díjat mutatja Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület vezetője. Magyarország belügyminisztere az Egyesület helyi építészeti örökség védelméért és az építészeti hagyományok őrzése területén végzett kimagasló munkáját ismerte így el. Ez nem csak azoknak szól, akik a Magyar Zarándokútat kitalálták és megalapították és létrehozták, hanem mindenkinek, aki részt vett valamilyen módon az út kiépítésében és működtetésében. Alapvetően ez a díj, ez ilyen építészeti, városépítészeti díj. A laudáció nevesíti is a Magyar Zarándokút Egyesület építész csoportját, de mi sokkal szélesebb körben értelmezzük ezt, tehát meggyőződésem, hogy ez mindenkinek szól, aki részt vett a Magyar Zarándokút építésében. A Magyar Zarándokút ötlete a spanyol El Camino nyomán fogalmazódott meg. Rumi Imre és Bognár Rudolf 2008-ban kezdte el szervezni. Az első zarándoklatra 2011-ben került sor. Esztergomból indul és Mária Gyűdre érkezik. Tulajdonképpen országhatártól országhatárig szeli át Magyarország területét. Az észak-déli út hossza csak nem 420 kilométer, ezt általában 15-20 nap alatt teszik meg a zarándokok. A spanyolországi El Caminohoz hasonlóan a Magyar Zarándokút is hegyvidéki területről indul, és vallási jelentőségű állomásokat érintve szintén hegyvidéki területen végződik. Az útvonal nem csak Magyarország épített, de természeti értékeiről is keresztmetszetet ad. Az Egyesület elnöke szerint, aki egyszer teljesíti a zarándokutat, nem tudja nem szeretni Magyarországot. A Magyar Zarándokút is egyéni zarándokok számára kialakított útvonal, ugyanúgy működik, mint a spanyolországi El Camino, tehát teljesen nyitott rendszerben. Bárki, bármikor, bárhonnan elindulhat, és gyalogolhat addig, amíg jól esik számára. Nem kell egy húzamban végigmenni az úton, lehet akár több hét, több hónap vagy több év alatt is teljesíteni a teljes távot. A zarándoklatot egyre többen teszik meg. Míg az induláskor 370-en váltották ki a zarándokútlevelet, addig ez a szám mára eléri a 800-at. Rumi Imre azt mondja, a 12. kerület fontos a zarándokút életében. A hegyvidéki önkormányzat ugyanis nem csak alapító tagja a Magyar Zarándokút önkormányzati társulásnak, de Pokorni Zoltán polgármester egyben a szervezet alelnöke is. A Korányi Kórház irányából jövünk be a 12. kerületbe, és Makkos Márián keresztül jutunk el az Anna Rétre, illetve az Anna Kápolnához. Ezt követően lemegyünk a Mátyás Király útra, ahol a 12. kerületi önkormányzat Magyarországon elsőként építette egy zarándokszállást, egy meglévő épületnek az átalakításával, és a Szabadsághegyen keresztül az úti Madonna irányában hagyjuk el a 12. kerületet. A zarándokút márciustól novemberig tart, de sokan vannak, akik útlevél nélkül az év más részében is teljesítik a távot. Adásunkat az interneten is megnézhetik, honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n a videótárban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!